Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Hévízi Televízió múlt hét időző műsorában, a Híradó Extrában forgalmas hetünk volt, nézzünk belőle szemelvényeket. A hévízi lakosokat érinti a hír, amely szerint megváltozott a központi orvosi ügyeleti ellátás a városban. Augusztus elejétől a Keszthelyváros környéki orvosi ügyelet biztosítja a sürgős beavatkozást igénylő esetek munkaidőn kívüli ellátását a Keszthelyvárosi Kórházban. Változás történt a központi orvosi ügyeleti ellátás tekintetében Hévízen. Augusztus elejétől a Keszthelyváros környéki orvosi ügyelet biztosítja a sürgős beavatkozást igénylő esetek munkaidőn kívüli ellátását a Keszthelyvárosi Kórházban. A vírushelyzet alatt is már átmenetileg összevonták a térségügyeleti szolgáltatókat. A megfelelő betegellátás fenntartása érdekében azonban szükségessé vált, hogy a rendszer a továbbiakban is így működjön. Azt látni kell, hogy és tudni kell, hogy a korábbi orvosi ügyelet a településre, így Hévíz városára is óriási nagy terheket rótt. Ez kb. 72 millió forintba került évente, és látva azokat a számokat, hogy egy orvosi ügyeletben, ami azt jelenti, hogy hétköznap délután 4-től reggel 8-ig, illetve hétvégén pedig 24 órában, kb. 6-6,5 ember jelent meg az orvosi ügyeleten. A kevés páciens mellett a betegségek súlyosságát is mérlegelték a döntéshozók. Már a vírushelyzet alatt is láthatóvá vált, hogy kevesebben vették igénybe az ügyeleti szolgáltatásokat. Az ügyeleti ellátás igénybevételére a sürgősségi ellátás esetei vonatkoznak, azaz, hogyha olyan betegséggel rendelkezünk, ami nem vár halasztást, tehát nem várhatja meg a másnap reggeli házi orvos felkeresését, valamint gyermekorvos felkeresését, illetve hétvégi időszakban vagy ünnepnapokon nem várhat a következő munkanapig. A változás december 31-éig érvényes. Az ősz folyamán az azt követő időszakról tárgyalásokat folytatnak majd. Az ügyeleti idő és telefonszám változatlan maradt. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig 24 órás orvosi ellátás vehető igénybe, Keszthelyen az Ady Endre utca 2 szám alatt a Keszthelyi Kórházban. A járvány időszak után egyre inkább magára talál a magyarországi, ezzel együtt a hévízi turizmus is. A tavalyi adatokkal összehasonlítva szakértők szerint a belföldi turizmus hasonló eredményt nyújt idén, ami kiváló eredmény annak tükrében, hogy március elején tulajdonképpen padlóra került a teljes ágazat. Ahogy az ország egyéb pontjain, Hévízen is egyre több a vendég, elsősorban a belföldről érkező. A napokban készült felvételeken látszik, hogy a hévízi tófürdő iránt is nagy az érdeklődés. Fokozatosan, de mára már stabilan visszatért az élet a megszokott kerékvágásba. Július közepe óta folyamatosan nő a vendégek száma, mind a hotelekben, mind pedig a magánszállás helyeken. Azt látni kell, hogy alapvetően a belföldi turisták a jellemzőek most Hévízen, ellentétben az előző évekkel, amikor ugye tudni kell, hogy éves szinten a 60% külföld, 40% belföld volt, most viszont több mint 90% belföldről beszélünk. Ott jártunkkor a Festetics téren és környékén is sokan pihentek, fagyiztak, vagy épp a tóra igyekeztek. Minden évben jövünk Hévízre, van egy üdülési jogom, és ez egy hetes, és ezt szeretnénk mindig kihasználni. Másrészt meg nyáron itt közel van a Balaton, és át szoktunk menni az északi partra. A hévízi enszana házakban is arról számoltak be, hogy a náluk pihenők 90%-a belföldi, de a szomszédos országokból, mint például Ausztriából, Szlovákiából, vagy épp Csehországból is megjelentek már a vendégek. Rövid a tartózkodási időnk. 4-5 napos, maximum egy hetes tartózkodásokról beszélünk, és hát ez a fajta pihenési kedvez nem csökken most augusztusban sem. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag augusztusra a szobáink gyönyörűen fogynak. Jelen pillanatban is már 70-80%-os foglaltságokat látunk, illetve hát nem tudjuk, hogy ebből még mi lesz. Sipkovics Béla gyermekeivel, unokáival rendszeresen pihen Hévízen, idén külföldi utat nem terveznek. Évek óta ide állunk, amellett, hogy olasz testvérkapcsolatunk is van, de a Hévíz az nem maradhat ki. Nem is tudom hány éve, de körülbelül 10. alkalom lehet, hogy itt vagyunk.
A tapasztalat az, hogy egyre több család érkezik Hévízre, akik a város és a tófürdő kínálata mellett szívesen barangolják be a környéket is, előnyben részesítve ezzel az aktív kikapcsolódást. Jelentős változásokat határozott el Hévízváros képviselőtestülete a város parkolási rendjében. A turistabarát új várakozási rendről Hévíz polgármestere Papp Gábor stúdióbeszélgetésben tájékoztatta a nézőket. Két zónára osztotta a testület a várost, ugye piros és sárga zónára. Ez milyen szisztéma alapján került kialakításra, amit mondhatunk? Mindenképpen azt néztük, és már eredendően is, hiszen azért ez a tanulmány ez nem egyik napról a másikra születik, hanem levonva a tapasztalatokat. A célunk az, hogy a vendégek tudjanak parkolni a belváros közelében, persze külső területeken is tudnak parkolni, de azért azt is látni kell, hogy Hévíz nem egy akkora település, ami ne lenne átsétálható gyakorlatilag, vagy egyik célpontból ne lehetne 5-10 perc alatt gyakorlatilag odaérni a megfelelő helyszíre, vagy a belvárosba, vagy a tóhoz. Olyan árkategóriát szabtunk, ezt is megnézve gyakorlatilag a környéket, sőt akár európai példákat is véve, ami egyértelműen mutatja, hogy egy középkategóriás árkategóriát szabtunk, és azért azt mellé kell tenni, hogy ezeknek a parkolóknak a kiépítése, akár beszélünk a nagy parkolóról, vagy akár bármelyik pontjáról a városnak, ezek jelen pillanatban, jelenlegi árfekvésben egy parkoló kiépítése, ahol törvényi előírások vannak, hiszen olajfogótól a vízelvezetésig egy csomó mindent be kell építeni, ugye mi azért zöld növényzetet is építettünk be. Én azt gondolom, hogy nagyon kulturált parkolóhelyeket alakítottunk ki, nem beszélve arról, hogy minden parkolónk védett, hiszen a kamerarendszerünk gyakorlatilag 24 órában figyeli. Ha ezeket a jelenleg meglévő állapotokat nézem, akkor ez a díjszabás, ez még a közép kategóriát se éri el, ennek akár a duplája is lehetne ez a fizetési rendszer, és hát látható mondjuk az elmúlt egy-két nap tapasztalata is, hogy a vendégeket ez egyáltalán nem riasztja el. Nem arra kellett törekednünk, és nem arra törekedtünk ebben a rendszerben, ebben a kialakításban, ami mondom még változhat bizonyos mértékben, hogy mindenképpen vendégbarát parkolót szeretünk volna, tehát egy minőségi parkolást biztosítunk mindenféle rendszerrel, a fizetési rendszerben, a kamerarendszerben és magában a parkoló kiépítésében, hiszen azért a nagy parkolót nézzük, ahol az elmúlt években, amit kiépített a város, közel 500 millió forintos pályázati forrásokból és egyéb más forrásokból, ott nem volt világítás, nem volt rendes zöld növényzet, egy káosz volt gyakorlatilag a parkolási rendszerben, nem volt vízelfolyás, nem volt olajfogók, és sorolhatnám, plusz oda teszem, hogy sétányokat is építettünk úgy, hogy a nagy parkolóban nem csökkent a parkoló darabszám, azt hiszem 4 vagy 5-tel kevesebb, de összességében, ha a város nézzük, akkor is már jelenleg is bőven növeltük a parkolók számát, hiszen a Széchenyi utcán 52 darab parkoló volt, a Széchenyi utcai felső parkolóban, Víztoronynál ugye 62 férőhely van, plusz ugye meghagytuk az árukipakoló helyeket is, tehát ha ezeket a számokat összeadjuk, akkor sokkal több parkoló van, és még újabb zónákat is szeretnénk alapvetően kijelölni. Ugye jelenleg a piros zónában 400 forint a parkolás per óra, a sárga zónában pedig 300 forint per óra. Ön is említette, hogy egyes visszajelzések szerint, tehát van, aki ez drágája, és attól félnek, hogy emiatt nem fog jönni a vendég a városba, de nyilván egy másik aspektus szerint pedig nem cél az, hogy a vendég egy parkolóhelyet mondjuk napokig elfoglaljon, és kvázi letáborozzon oda. Illetve nem csak ez volt a nagyon nagy probléma, hanem a nagy parkolóban látható volt, hogy a korábbi bérletrendszer, amin úgy szintén változtattunk, és még alakulhat, az árán nem változtattunk, hiszen van még egy átmeneti időszak. Azt a döntést hoztuk, logikus döntést, és én azt gondolom, és a parkolóban dolgozóktól is, vagy üzlettulajdonosoktól is jöttek ezek a visszajelzések. Volt, amelyik nem erről szólt, de azt kell tudomásul venni, hogy én azt gondolom, és azt látom, és a vendég is ugyanezt látja,
hogy a nagy parkolónak kell annak a központi helynek lenni, ahol a vendég tud parkolni. Az elmúlt napok is megmutatták, hogy a vendég kifizeti a parkolásért a díjat, akkor, amikor kulturált, védett kamerás rendszerben tud parkolni. Az elmúlt időszakban mi történt? A parkolóban dolgozók, a parkoló üzlet tulajdonosai, és különben más helyekről bejáró hévízen dolgozó személyek leparkoltak a parkolóba, és elfoglalták az egész helyet, és ezen közben pedig pont, hogy a vendégnek nem a vendégnek nem maradt hely, és azért panaszkodtak az üzlet tulajdonosok, hogy itt miért ezek az emberek parkolnak, mert sőt, volt számos esetben, aki felhívott, hogy hát itt nem tudnak parkolni vendégek, visszakérdeztem, hogy te különben hány autóval parkolsz a parkolóban, és kiderült, hogy ő hárommal, mert ő is az alkalmazott, hogy ott parkolnak. Mondom, ha a saját vendégeid elől veszed el a helyet, akkor ne csodálkozzál azon, hogy a te üzletednél kevesebb optimális vevő, vagy lehetséges vevő fog sétálni, hiszen a sétányokat is azért építettük ki mind a két oldalon, szálltunk be nem kevés pénzzel egyéb más költségekbe is, az üzletektől átvettünk adott esetben költségeket is, ami vízelvezetéssel vagy szennyvízelvezetéssel kapcsolatos volt. Tehát én azt gondolom, hogy a normális gondolkodás és az alap gondolkodás ez ez. És ez nem jelentette azt, hogy továbbra is megőriztik azt a helyzetet, ami korábban is volt, hogy az üzlet tulajdonosok kaptak egy bérletet a várostól kvázi ajándékba, hogy ők azért az ügyeiket el tudják intézni, és ezért nem kellett fizetniük. Ez lehet, hogy ez is változni fog, és lehet, hogy ez fizetőssé fog válni ez a bérlet, és más egyéb hévízre érkező, hévízen dolgozó pedagógusnak, bárkinek is, ugyanúgy meghagytuk a parkolási lehetőséget, csak a zónákat osztottuk fel. Én azt gondolom, hogy egy 3-400 méteres sétával egy parkolóban dolgozó ember, ha valahol le tud parkolni, de nem a nagy parkolóban, azt a 3-400 métert meg tudja tenni 2-3 perc alatt, és le tud sétálni a munkahelyére, és ugyanúgy egy jó parkolóhelyen parkol, ugyanúgy kamerás rendszerrel parkol, és bérlettel tud parkolni, mert meg tudja venni a bérletet is. Tehát ezeket a kategóriákat meghagytuk. Ráadásul erre az átmeneti időszakra, ha már akkor a parkoló árakat nézzük, akkor látható, hogy milyen árakon, ami egy nagyon-nagyon kedvező ár, tehát egy 10.000 és 4.000 forintos éves parkoló bérlet. Hát, bocsánat, nekem nem tudnak még egy ilyen települést mutatni, ahol ennyibe kerül, és igenis Hévízen törekednünk kell a minőségi szolgáltatásra, és a minőségi szolgáltatást láthatóan a vendégek megfizetik. Ez nem csak a parkolórendszerre vonatkozik, azt gondolom, hanem minden egyes szolgáltatásra. Második Erzsébet táborát tartja idén a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata. A sikeres pályázatnak köszönhetően kétszer egy héten keresztül táborozhattak Hévízen elsősorban hátrányos helyzetben élő, szociálisan rászoruló gyermekek. Az egyik turnust elkísértük a keszthelyi lepke és egzotikus hüllőkiállításra. A keszthelyi lepke és egzotikus hüllőkiállítás volt az egyik programja a Hévízi Erzsébet tábornak. Idén kétszer egy héten keresztül táborozhattak az Erzsébet program keretében a gyermekek Hévízen. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata két turnusban látta vendégül az elsősorban hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló gyermekeket. A mostani táborban 19 gyermekkel foglalkoztak a szolgálat munkatársai. Szerettük volna, hogyha a természetet is megismerik, több túrára is elmentünk, geotúrára, túravezető segítségével, úgyhogy legutóbb 4 órát túráztunk Cserszegtomajon az erdőben. Az is nagyon jól sikerült, és az Óbori Kalandparkot sem hagyjuk ki soha, mert az a gyerekek kedvence. Úgyhogy az élményszerzés, a prevenció, önismeret, csapatépítés, ezek a legfontosabb részei a táborainknak. A táborozók a szolgálat ellátási területéről, Cserszegtomajról és Hévízről érkeztek a táborba. Második alkalommal vagyok itt, és szoktunk kidobót, foci, tollas. Hát, zalaszabab, kigándulások, stb.
Melyek a legemlékezetesebb programok, amiket a héten csináltatok, és miért? Hát a túga. Ez jó volt. Sporogtoltunk. A táborban reggel 7:30-tól délután 16:30-ig napközis rendszerben foglalkoznak a gyermekekkel. A táborozók közül többen rendszeresen részt vesznek az alkalmakon. Azért, mert jók a programok, és sok barátot lehet szerezni. Természetesen a szabadtéri programok mellett benti foglalkozásokat is tartottak a gyermekeknek, ahol többek között kreativitást fejlesztő csoportjátékokkal foglalkoztak. A tábor fő célja a csapatépítés, egymás megismerése és elfogadása, de mindenek felett az élményszerzésre fektetik a hangsúlyt a szolgálat munkatársai. Idén is rendszeresen szervez túrákat a Hévízító természetvédelmi területen a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatósága. A világon egyedülálló hidrogeológiai képződmény környékére szervezett kiránduláson a résztvevők bő információt kaphattak az egyedülálló növény- és állatvilágról. Maga a Hévízítónak a vize is, majd megyünk a déli kifolyónál, az beleömlik a Kis Balatonba. A Hévízító a világ legnagyobb tőzegfenekű melegvizes gyógytava, mely környezetével és annak élővilágával együtt sajátos természeti értéknek számít. Ezt igazolja az is, hogy 1993-ban országos jelentőségű védett területté nyilvánították ezt a világon egyedülálló hidrogeológiai képződményt. A Hévízító természetvédelmi területet és annak kevésbé szembetűnő érdekességeit ismerhették meg azok, akik részt vettek a vezetett túrán. Élnek benne olyan elsősorban mikroszkópikus, szemmel nem nagyon látható olyan élőlények, amik csak itt fordulnak elő, vagy az országban csak itt. Ezek mellett vannak látványosabbak is, mint például a tündérrózsák, aminek azért jelentős botanikai kultúrtörténeti értékei vannak. A madárvilágon kívül persze, és aztán vannak sajnálatos módon olyan inváziós fajok, amik eredetileg nem ide tartoznak. Ezek ilyen trópusi jellegű növények, állatok, élőlények, amik azért vannak itt, mert ez a meleg víz, ez meleg ágya ezeknek a fajoknak. A vezetett túra a Festetics fürdőháztól a platánokkal övezett Schulhof sétányon haladt, ahol többek között a Nemzeti Parkról és annak jelentőségéről, tevékenységéről adott át információkat a természetvédelmi őr. Majd a véderdőbe tért be a csoport, ott a mocsár és láperdő dinamikája, majd a kifolyó mentén a már említett érdekes növény és állatfajok ismertetése volt terítéken. A túrázók között akadtak olyanok is, akik szakértő szemmel vettek részt a programon. Biomérnöki tudományokból doktorálok, és ennek kapcsán érdekelnek az élőhelyek is, ökológiai szempontból, meg konkrétan a növényfajok is, akik itt élnek, mert hasonló környezetben végzem a kísérleteimet. Ezt a területet még pontosan nem ismerem, de minden ilyen természetvédelmi terület nagyon érdekes és fontos. Már csak maga a terület, de ugye az élővilág, ami benne van, ezek mind nagyon különleges növények, állatok, rovarok, mindenféle élőlény van itt. Aki a mostani túráról lemaradt, az bepótolhatja egy legközelebbi időpontban. Az alkalmakról a Balatonfelvidéki Nemzeti Park hivatalos honlapján tájékozódhatunk. A hévízi termelői piacon szinte egymást érik a rendhagyó, közönségvonzó programok. Az elmúlt hét végén a nemesbüki Korosajt műhely jóvoltából a sajtkészítés termelői egysége képviseletében tehenek látogattak a piacra.
Sporttal folytatjuk a Híradó Extrát. Megsínylette a vírushelyzetet a Hévízes labdarúgó szakosztálya. A város csapata az MLS adminisztratív döntése értelmében kiesett az NB3-ból. Az új helyzet új célokat kényszerített ki, de új lehetőségeket is teremtett. A megyei első osztályba került csapat jövőjéről stúdiónkban beszélt Domina László szakosztályvezető, a csapat edzője. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi történt a nyáron a Hévíz SK házatáján. Valahol a történet, legalábbis a sajtó nyilvános része ott maradt abban, hogy papíron az MLS döntése alapján a Hévíz kiesett, ugye a felfüggesztett, majd befejezetnek nyilvánított bajnokságból. Utána volt némi esély, hogy esetleg fölkérik a Hévízt egy újbóli NB3-as szezonra, de ez nem történt meg, és akkor innen arra kérlek, hogy folytasd te a történetet. Hát igen, az esély az megvolt az egyik oldalról, viszont ott a jelenlegi szabályzók szerint egy váltott felkérés volt, ami azt jelenti, hogy kieső és megyei második, és mi ott a, jól tudom, akkor ötödik helyen voltunk, és ugye négy csapatot felkértek a feltöltéseknél. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a jelenlegi koronavírus okozta helyzetben mi az NB3-as osztályban nem tudtunk volna folytatni a labdarúgó szereplésünket felnőtt szinten. A jelenlegi anyagi és gazdasági helyzetünk az mindenképpen arra ad lehetőséget, amit egyébként a szabályokon keresztül megkaptunk, tehát kiestünk az NB3-ból és a megyei első osztályban fogjuk folytatni a labdarúgó tevékenységünket az ősztől a következő bajnokságban. Milyen csapattal? Egy nagyon fiatal csapattal fogunk játszani. Gyakorlatilag ebben a bajnokságban anyagi juttatást nem kapnak játékosaink, című műsor fog indulni. Ebben az anyagi helyzetben más nem is tehetünk. Hogy ebben a helyzetben, mint az, hogy elfogadjuk azt a döntését a támogatónknak, hogy így kell megoldanunk. Hiszen sokkal több fontosabb feladat és nehézsége van jelenleg Hévíz városának, azt gondolom, mint az, hogy a labdarúgók anyagi juttatásért labdarúgnak-e vagy nem. Ez teljesen normális helyzet. Ebből a szempontból, ha így nézem, azt is látni kell, hogy ebben a helyzetben így az igazolások tekintetében nem tudtunk a piacon úgy igazolni, ahogy eddig szoktunk. Nem titok, azt is tudják, vagy tudjuk, hogy szerintem megyei szinten is az, hogy van-e pénz a fociban, vagy nincs pénz a fociban, mi a jó, mi a nem jó, ezen vitatkozhatunk, nekem is van erről véleményem, de Isten igazából jelenleg most így ez a helyzet kialakult, és a játékosok nagy része továbbra is olyan csapatokat választott, ahol továbbra is valamilyen szinten tudják anyagilag támogatni az amatőr szintű teljesítményüket, vagy sportolói edzéseiket. Tehát így nem tudtunk igazolni, és valójában három játékost igazoltunk, Bognár Martin, Pál Bencét és Gulyicer Dánielt. A három fiúból kettő valamikor gyerekkorában nálunk kezdte a pályafutását, nálunk voltak, nálunk pallérozottak, és visszajöttek hozzánk, és ismerik a klubunkat, ismerik a szakmai céljainkat. Pál Bence pedig a Keszthely csapatától igazolt hozzánk. A többi játékosunk az pedig, vagy ők a 17, 18 és a 19-es korcsoportból léptek fel a felnőtt csapat keretében. Itt van egy kettőség is, mert felnőtt csapatnak hívjuk őket minden nap, de ők nem egy felnőtt csapat, hanem az átlag életkorukat nézem, akkor olyan 18 év alatt van. Tehát gyakorlatilag ez egy ifjúsági, korosztályt tekintve igen, ifjúsági csapat. Gyakorlatilag ők az országos másodosztályú 19-es bajnokságnak a csapata, akik tavaly ott játszottak, vagy tavaly még U17-esek voltak. Valamint a keretet, így vagyunk 15-16-an, és a keretet bővítettem úgy, hogy 8-9 fő a jelenlegi U17-es csapatból is velünk edzettek közösen a nyáron, hiszen egy hosszabb távú koncepcióban lehet csak gondolkodni ebben az esetben, hiszen hogyha a céljainkat tekintjük, akkor nem a korábban Hévízen megszokott célokért fog küzdeni a csapat, hogy most bajnok legyen, vagy feljusson, vagy dobogós legyen, vagy készítsünk elő egy bajnoki, egy feljutó csapatnak a felépítését egy évben, a második évben jusson fel. Ez egy három éves koncepció lesz, három év alatt érhetjük el azt, hogy a jelenlegi keret úgy fejlődik és úgy alakul, akkor
lehet majd beszélni 3 év múlva, amikor elkezdődik egy bajnokság, hogy ebben a bajnokságban legyen a cél mondjuk a feljutás vagy a dobogós helyezés. Ebben az esetben itt arról szólhat csak, hogy felnőtté válhassanak a gyermekeink, koruk szerint ők gyerekek. Tapasztalatszerzés, azt mindenki tudja, hogy aki már szakmailag eltöltött hosszabb időt különböző szakterületeken, az mindig sok idő. Tehát az nem mehet egy nap alatt, két nap alatt, szakmáktól függ persze, hogy mennyi idő alatt szerez az ember tapasztalatot. Itt nem lehet más csinálni, ezt az időt nem lehet meggyorsítani. Ki kell menni minden hétvégén a pályára, és ott játszani kell lehetőség szerint 25-30 bajnoki mérkőzést egy játékos tekintetében. És ez lesz majd egy tapasztalat plusz az edzőmérkőzések, és akkor ezek gyarapítják majd az ő tudásukat, vagy akár idézőjelben teszem az alkalmasságukat a megyei felnőtt labdarúgásra. Teljesen megyét mondjuk a felnőtt labdarúgásra, mert ezekben a fiúkban szerintem sokukban sokkal több van, mint a megyei felnőtt szint. Jelenleg most még nehézséget fog nekik okozni, és jelenleg még lehet, hogy úgy fog majd tűnni, hogy nem alkalmas idézőjelben a játékos a megyei felnőtt labdarúgásra. Az alaptehetsége, a motivációja, a szorgalma, a tudása, a gondolkodása mindenképp ezeket a fiúkat avanzsálja arra, hogy higgyenek abba, hogy 1-2-3 éven belül nagyon komoly felnőtt labdarúgókká válhatnak. Térségi információink közül visszaidézzük azt a beszámolót, mely szerint rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert a keszthelyi kutyás strand. Már 2012-ben indult a kutyabarát.hu, ami az első ilyen kutyás szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket, illetve turista lehetőségeket gyűjtötte össze, és a Kutyabarát Balaton projektünk ennek a keretein belül 2017-ben már létrejött. Ez kifejezetten a Balaton kutyabarát turizmusát próbálta életre hívni, fejleszteni, népszerűsíteni, és hát legfőképp erre azért volt szükség, mert sajnos a Balatonon nem nagyon voltak olyan kutyás fürdetőhelyek, ahova tényleg legálisan bemehetnek és a gazdák együtt fürödhetnek a kutyákkal. Úgyhogy igazából 2017-ben indult maga a balatoni projektünk. Maga a keszthelyi kutyás parknak a története az valóban egy évre nyúlik vissza. Pontosabban mi már 2 évvel ezelőtt elkezdtünk helyi polgármesterekkel kerekasztal beszélgetéseket folytatni, és úgymond próbáltunk picit lobbizni a kutyástrandok érdekében a Balatonon, hiszen erre hatalmas igény és szükség volt. És hát végre Keszthely nyitott volt erre, és így indult igazából ez az egész keszthelyi kutyás park. A nyitás előtt ugye rengeteg fejlesztésen esett át a terület, minden szempontból, tehát mind az épület, mind a park része, illetve a parkoló része. Elég sok munkánkkal és energiánkkal járt el, hogy ilyen szépé tegyük, viszont hát mindenképp nagy öröm most látni, hogy ennyi boldog kutya van itt. Egyébként nem csak az volt a célunk, hogy kifejezetten egy kutyás strandot hozzunk létre, hanem egy közösségi kertet, egy piknik kertet. Ugye, hogyha bentebb mentek, akkor például láthatjátok, hogy van pici könyvtársarkunk, különböző játéksarkunk. Tehát itt látjuk jól, hogy erre igenis igény van, hogy az emberek leüljenek egy kávé mellett, beszélgessenek, akár a kutyázásról, akár a hétköznapi dolgokról. Úgyhogy mindenképp célunk egy közösségi tér megteremtése itt Keszthelyen. Kifejezetten a kistestű kutyások szokták tőlünk kérdezni, hogy milyen a part, mert ugye a rámpákat és a lépcsőket annyira nem szeretik a kistestű kutyák, úgyhogy ők kifejezetten például szoktak ennek örülni, hogy sekély és lassan merülő partszakaszról van szó. Tehát ez igazából kis, nagy, közepes testű kutyáknak egyaránt megfelelő. Mi magunk lepődtünk meg leginkább azon, hogy mekkora a pozitív fogadtatás nyert, és országszerte mindenhonnan jönnek a gazdik ide. Ugye egy eléggé olyan helyzetben nyitottuk meg pünköst hétfőn a kutyás parkot, amikor ugye a koronavírus helyzet után voltunk, tehát elég ilyen óvatos ruhajként tesztüzemben nyitottunk, mert nem tudtuk, hogy mennyire lesz erre még igény egyáltalán júniusban. Hát azt láttuk, hogy rengeteg igény van erre, tehát nagyon sok gazda jött, nagyon sokan vágytak már erre a kimozdulási lehetőségre. Hát a július az pedig szerintem, mint hogy a Balatonon mindenki elmondhatja magáról, tényleg telt házzal működik. Tehát erre tényleg hatalmas igény volt, és úgy látjuk, hogy azért ezt mindenki igazolni fogja a következő nyár is, reméljük, illetve az utáni. Idén igazából azt az elhatározást tettük, hogy egyrészt a koronavírus helyzetre tekintettel, és hogy a Balaton turizmusát valamennyire mi is próbáljuk támogatni, ingyenessé tettük a tervezett belépő helyett, a belépést a strandra. Jövőre is természetesen csak egy jelképes összegű belépőt fogunk szedni karbantartásra, illetve állatvédelmi kampányokra. Valószínűleg
Ennek is köszönhető a nagy arányú turista háromlat és a nagyon sok gazdi, és hát azt lehet mondani, hogy tényleg az ország minden pontjáról jönnek, tehát hogy beszélgetünk a gazdikkal, Soprontól elkezdve Budapest, Pécs, tehát nem csak a környező városokból érkeznek ide, és azt kell mondani, hogy rengeteg a német, illetve az osztrák turista is. Mindenképp az volt a tervünk ugye a házirendünkkel is, illetve hát ugye a közösségi oldalunkon folyamatosan figyelemfelhívó posztokat teszünk, hogy úgymond a gazdikat is neveljük, hiszen őket kell sokszor, nem a kutyusokat, de azt lehet mondani, hogy azért a mi célközönségünk az általában véve betartja a házirendünket, felelős, jól nevelt gazdikról van szó, illetve hát bízunk abba, hogy azért a házirendünk elolvasása után mindenki úgy viselkedik, hogy ez a park ez ilyen szép maradhasson. Ugyancsak térségi adásunkban számoltunk be az alaszabari Holnapocska táborról. A hévízi gyerekek által is jól ismert, rendszeresen látogatott kalandparadicsomban, a Zobori Élményparkban 11 éve működnek térítésmentes gyermektáborok, a tulajdonos házaspárnak és az önkénteseknek köszönhetően. Kezdetben hátrányos helyzetű, jó tanuló diákokat, majd gyermekotthonokban élő gyermekeket fogadtak. 2010-ben pedig elindult a gyógyuló Holnapocska tábor, melynek keretében daganatos betegséggel küzdő gyermekek tölthetnek itt egy hetet a parkban kalandterápiás céllal. A zalaszabari Zobori Élményparkba látogattunk el, ahol az év minden napján a jókedvé és a szórakozásé a főszerep. A kalandparkban 2009 óta működnek térítésmentes gyermektáborok a tulajdonos házaspárnak és az önkénteseknek köszönhetően. A történet az 11 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a feleségemmel közösen úgy gondoltuk, hogy nyitunk egy olyan gyermekparkot, ahol egy táborral kezdenénk, és a táborban olyan gyerekeket hívunk meg, akik jó tanulók, jó magaviseletűek, de valamilyen anyagi nehézségek miatt nem tehetik meg, hogy táboroztassák őket. És mi ezt elindítottuk, ezt a tábort akkor még Csapiban, aztán rá 2-3 évre egyszer csak kiültünk ide egy ilyen késő délután, és megláttuk ezt a csodálatos helyet, a csodálatos környezetet, és igazán azt gondoltuk, hogy akkor ezt a tábort fogjuk ide felköltöztetni. Ez 2012-13-ban sikerült is, és azóta már a Holnapocska tábor maga itt került megvalósításra, és aztán a táborozó gyerekek mondták, hogy nagyon jó, meg örülünk, hogy látjuk a Kis-Balaton, meg a Nagy-Balaton, meg szuper, de ezért kellenének játékok, ahol külön lehet játszani. És akkor először építettünk egy kis játszóteret, mondták, hogy ez nagyon jó, de azért jó lenne egy kötélpálya, akkor építettünk kötélpályát, ez marha jó, de nem tudunk hol focizni, akkor jött a focipálya, és aztán így szépen évről évre kinőtte magát, és ez a kis játszópark egy élmény park alakult át. Ami azért is nagyon fontos, mert hogy azért ugye mivel egyre nagyobb lett a park, egyre több gyermeket hívtunk meg ide térítésmentesen nyaralni, és egyre szélesebbre tártuk azt a kaput, ahol ez lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek nyaraljanak, és térítésmentesen nyaraljanak, azért ennek a finanszírozása nagyon komoly és egyre komolyabb összegeket emésztett fel. Így az élményparkot összekötöttük ezzel, és azt mondtuk, hogy jó legyen élménypark, ahova napközben bejöhetnek térítés ellenében a családok és szórakozhatnak, és nyilván ez innen bevételnek egy részét el tudjuk költeni arra, hogy a gyermekeket pedig térítésmentesen táboroztassuk. Kezdetben tehát hátrányos helyzetű, jó tanuló diákokat fogadtak, majd a gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekek is jelentkezhettek a térítésmentes táborokba. 2010-ben pedig elindult a gyógyuló Holnapocska tábor, melynek keretében daganatos betegséggel küzdő gyermekek tölthetnek el egy hetet a parkban kalandterápiás céllal. Egy családi érintettség miatt megismertük, hogy milyen a daganatos gyermekeknek a világa, és akkor azt mondtuk, hogy akkor Magyarország első gyógyuló táborát megcsináljuk, nem a bátor táborból elvenve bármit, hiszen az volt az első, az volt Magyarországon a formabontó és az legelső, és ma is azt gondolom, hogy a bátor tábor mindig a number van nekünk is, de egy más típusú, más logikára épülő gyógyuló tábort szerettünk volna csinálni, ami pedig abban különbözött attól, hogy mi összeengedtük ezeket a gyermekeket a kortársaikkal, hiszen amikor visszamennek majd iskolába, óvodába, amikor újra barátkozni kell, amikor szerelmek szövődnek, akkor vannak olyan konfliktusok, amit mi saját magunk is a családban a beteg gyermekünk miatt átéltük, és azt gondoltuk, hogy egy védett környezetben ugyanezt a konfliktus helyzetet szemléltetve, meg átélve fel tudjuk őket készíteni, hogy milyen lesz, hogyha visszamennek. Az élmények, a nevetés és az önfelett időtöltés nagy szerepet játszanak a gyógyulásban. Itt garantált az életre szóló élmény.
többféle táborunk van, az egyik és az legfontosabb, amelyik hát tovább is viszi ezt az tulajdonképpen alapgondolatot, ez a gyógyító Szent Erzsébet tábor kereteiben valósul meg. A Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekeket alapítvány szervezésében és pénzügyi támogatásával teljes egészében támogatja ezt a tábort, valósulhat meg. Mi az ő partner tábora vagyunk, tulajdonképpen a szakmai részt csináljuk, de közösen természetesen a küldő gyógyító intézményekkel. Ezek általában országos gyógyászattal foglalkozó szervezetek. Ez a legfontosabb rész. Ide a szívbeteg gyermekektől, a daganatos gyermekeken keresztül, a lelkisérülteken át a pulmonológiai betegekig most már hála Isten szinte minden betegségcsoport jöhet. Köszönet érte az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítványnak, de emellett számtalan más tábortípust is szervezünk. Például ma ugye építőtábor kiajánló volt, de honvédelmi táborokat is elkezdtünk szervezni, környezetvédelmi táborokat is szervezünk. A Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványától határon túli gyerekeknek mutathatjuk be a magyar pénzügyi rendszereket, nyilván gyermekfejjel, de mellette persze egy kicsit játszunk is. Az alamegyei önkormányzat minden évben hív ide gyermekeket, és az ő finanszírozásukba is valósulhat meg tábor, úgyhogy számtalan típusú, számtalan tematikájú tábor valósul már itt meg, és ami legfontosabb, hogy már vannak családi táboraink is, amelyek nagyon különleges élményt jelentenek. A csodálatos helyszínen elterülő élménypark Magyarország egyik legnagyobb, legdinamikusabban fejlődő és legtöbb attrakcióval rendelkező parkja. Rengeteg itt a szórakozási lehetőség, kül- és beltéren egyaránt. A teljesség igénye nélkül csúszdák, hófánk, kötélpálya, virtuális park várja a kisebb és a nagyobb látogatókat. Nekünk elsősorban a táborozók igényeit kell kialakítani, mert ők azért nagyon kritikusak velünk, és minden tábor végén megírják, hogy mi legyen még és mi nem, úgyhogy az űrközponttól kezdve itt már mindenféle ötlet volt, de természetesen minden évben fejlesztünk és fejlődni kell. Ugye nagyon fontos, hogy Magyarország egyetlen hullámvasútja itt található, és most egy ejtőgép is, amelyik Európában nem található itt a közelben, csak távolabb, ami 50 méter magasról ejti le a gyerekeket, és ez nyilván minden táborozó, de minden idejövő napi vendég is élvezi. A vizes terünket sokat bővítettük, hiszen látjuk most is, hogy egy ilyen nagyon izzasztó nap van, de akkor se kelljen elmenni, és akkor is lehessen élvezni egy kis frissítőt. Ezért párakapu rendszert építettünk, és számtalan olyan játékot fejlesztettünk és vettünk meg, ami Magyarországon nincs. Komplett VR élményünk van, ami a mozitól az egyszemélyes VR élményen át a VR szabaduló szobákon keresztül minden megtalálható. Nem csak a játékokat tekintve, de a táboroknak helyet adó létesítményben is folyamatosak a fejlesztések. A táborépület modern helyiségekkel szolgálja a gyermekek kényelmét. Ott jártunkkor is épp az Erzsébet tábor egyik turnusa töltött el egy hetet a táborban 50 fővel, ők zalaegerszegi koraszülött gyermekek. Az Erzsébet program keretében nyár folyamán gyógyuló Erzsébet táborokat tartunk itt a gyerekeknek, különféle betegségcsoportból érkeznek, és igazából a program célja, meg a tábor célja az, hogy egy kicsit elfeledtessék a betegségeket, a gondokat, a bajokat, és itt igazából a 6 nap alatt szuperül érezzék magukat, és próbáljuk leküzdeni a korlátaikat, a határaikat kiszélesíteni, hogy mindent a saját tempójukba kipróbálhassanak. Ez az alaszabari helyszín miért számít különlegesnek esetleg? Azért, mert gyógyuló táborok az Erzsébet programon belül itt vannak nálunk, és a táj szépsége miatt, a sok játék miatt, és a gyerekek aktivitása miatt számítható annak. Mi a tapasztalat, mik a visszajelzések, ezek a fajta kalandterápiás programok, mi mindenben tudnak segíteni ezeknek a gyermekeknek? Egyrészt a csapatot összekovácsolja, nagyon, nagyon szívesen segítenek egymásnak, nagyon szívesen bátorítják egymást, és figyelnek is egymásra. Figyelnek arra, hogy aki esetleg egy játékot első nap nem mer kipróbálni, akkor azért a második, harmadik nap addig buzdítják egymást, amíg egy picit mindenki bebátorodik, és mondjuk aki első nap nem mer felülni a hullámvasútra, az második, harmadik nap biztosan vagy a csónak csúszdánál nem mer lecsúszni egyedül,
akkor addig-addig győzködik egymást, míg mégis sikerül rábeszélni, hogy minden játékot egyszer kipróbáljanak. Mi mindig azt mondjuk a gyerekeknek, amikor ide érkezel, mindent ki kell próbálni. Ha nem első nap, akkor második nap, harmadik nap. Ha egyedül vagy a társaddal nem mered, akkor szólsz egy itt levő felnőttnek, és mi is nagyon szívesen csúszkálunk velük, játszunk velük azért, hogy minél több élményhez juttassuk őket. Vannak külső programjaink is, amik ugye kötöttek, például az alakarosi gyógyfürdő vagy a Balaton, vannak meghívott vendégeink, ami szintén kötött program, bűvész szokott a gyerekekhez érkezni, az az egyik kedvencük, aztán az Ártatlanka zenekar koncertjein, és van egy hősök programunk, amikor a tűzoltóság és a rendőrség tart nagyon érdekes foglalkozásokat a gyerekeknek. Ezen kívül délelőtt délután mindig a parkba töltjük az időnket. Jól érzem magam, és hogy első nap körbe mentünk a parkba, csúszdáztunk, minden este megyünk a csúszdaházba, és az étel is nagyon finom, és tegnap voltunk Zalakaroson, meg nagyon jó itt lenni. Vannak-e itt kedvenc játékaid esetleg? Hát én nekem a kedvenc játékom a hullámvasút, meg a vizes csúszdák, a csónakcsúszda. Míg a legkisebbek a rekkenő hőségben előszeretettel mulatták az időt a vizes blokkban, addig a nagyobbak a csónakcsúszdát részesítették előnyben. Nagy részük már visszatérő vendég Zalaszabarban, az Erzsébet táborban. Nagyon örülök, ez egy számomra mondjuk egy kivételes alkalom. Örülök neki, nagyjából a kalandparkban bármit korlátlanul használhatunk, úgyhogy valójában ez egy nyaralás, úgyhogy én nagyon élvezem. Van-e itt kedvenc játékod? Igen, ott az a magasban, ott az ejtőtorony, az kifejezetten csodálatos, egyszerűen elragadó az a zuhanás. Jól érezzük magunkat, sok program van, és jó a társaság is, én élvezem. Milyen ez a kalandpark? Hogy tetszik ki maga ez a környezet? Sokszor voltam, már ismerem a parkot elég jól, én szeretem személy szerint. Barátságokat mennyire lehet itt kötni, mit gondolsz? Nagyon kedves lányok vannak, és én nagyon sok barátságot innen ismertem meg. A Zalaszabari Holnapocska táborban a segítőknek és az önkénteseknek is köszönhető az, hogy ma már többféle térítésmentes gyermektábort tudnak szervezni a kalandterápia jegyében. Nyilván mi sehol nem tartanánk, ha nem lenne számtalan segítőnk. Többszintű ez. Első és legfontosabb most a Gyógyító Szent Erzsébet tábor, ami ugye a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány tervezésében és pénzügyi felügyeletével, illetve teljes finanszírozásában valósul meg, de például az önkéntesek térítésmentesen jönnek, a többi tábor esetében részben minfinanszírozás, részben pedig, hogy említettem, mindig van olyan finanszírozó szervezet, amelyik ezt fontosnak tartja. És én azt gondolom, hogy emellett nagyon fontos, hogy a kollégáim, az animátorok, az itt táborszervezők ugyanúgy szívügyüknek érzik azt, hogy itt minél több gyermek tudjon jönni, és minél több ember érezze azt, és gyermek, hogy itt tök jó lenni. Már túl vagyunk a 6000. táborozón, olyanon, akik térítésmentesen jártak itt nekünk, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amiért ez az egészet érdemes csinálni. Nagyon sok önkéntesünk valamikor táborozó volt, és amikor az első ilyen, ezelőtt azt hiszem 5 vagy 6 évvel megjelent nálunk, aki 18 éves lett, és egy daganatos kisfiú, és mondta, hogy ő most vissza szeretne jönni önkéntes segítőnek, akkor a feleségem is, én is, és csak sírtunk, mert na, ezért érdemes csinálni. Ma az önkénteseink fele az valamikor egy táborozó volt. Bárki ellátogathat a festői szépségű balatoni panorámás élményparkba, ahol a szórakozás mellett jó célt is szolgálunk. A belépőjegyekből származó bevétel nagy részét az élményterápiás táborokra fordítják a tulajdonosok, olyan karitatív tevékenységet végezve ezzel, mely egyedülállónak számít térségünkben. A hitvallás pedig töretlenül ugyanaz, mint a kezdetekkor. Minden gyermek arcára mosolyt csalni. Kedves nézőink, önök a Híradó Extrát, a Hévízi Televízió múlt hét idéző műsorát látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm, hogy együtt lehettünk.